A komáromi Jókai Színházban bemutatták Móricz Zsigmond Úri Muri című zenés színművét Bagó Bertalan rendezésében. A komáromi előadás rendezője a közelmúltba helyezte át Móricz gentri világot ábrázoló történetét. Szerettem volna hű lenni Móricz Zsigmondhoz, abból a szempontból, hogy a kortárs irodalmat. Az akkor kortárs volt, és én is kortárs irodalmat szerettem volna belőle csinálni. Annyi a különbség, hogy én nem egy az egybe a mai korba raktam, hanem azt gondolom, hogy a rendszerváltás után az időszak a 90-es években volt egy hasonló világ, mint a 20-as években, vagy a századforduló érdeke, hogy bármerre fordulhatott és mehetett volna a világ. Szakmári Zoltán földbirtokosnak sok terve van a gazdaság felvirágoztatására. Nagyon motivált és nagyon erős akaratú ember, aki mer valami újba fogni. Na most ez nem biztos, hogy sikerül. Valahogy mindig valami homokszem kerül a gépezetbe, a fogaskerekek elkezdenek csikorogni, de egyébként a fanatizmus tényleg benne van. Egyébként a saját korát azt hiszem, hogy megelőzi Szakmári. Kicsit előre haladottabb, akár eszmeiségben, akár jövőbe látóbb is. Viszont szerintem ez neki a nagy tragédiája, hogy erre viszont támogatókat nem talál, mert senki nem hisz benne. Ő saját magában hisz. Próbálja azt valahol elérni, hogy higgyenek benne az emberek, de valahogy mindig ilyen zsákutcába fut bele. Szakmári büszke, elhidegült felesége másként látja a dolgokat, nem akar több adóságot. Bármennyire büszke vagy kemény egy nő, mindig ott van az az oldal, ami gyengéd, ami gondoskodó, ami lágy, ami női. Az, hogy Szakmári Zoltánnal ők miért mentek más utakra, az érdekes kérdés. Tehát ők nem találkoznak már rég. Nem itt, ebben a pillanatban nem találkoznak, amit majd lát a néző ebben az egy napban, hanem már rég elmentek egymás mellett. Mert ott nem csak egymás szemébe kell nézni a szerelmeseknek, hanem egy irányba. És szerintem Szakmári Zoltán és Rédei Eszter nagyon nem egy irányba nézett, már a kezdetén sem. Szakmári a fiatal kapáslánnyal, Rozikával vigasztalódik. Mondhatjuk róla, hogy manipulatív, de inkább úgy fogalmaznék, hogy a környezete és a körülmények rákényszerítették, hogy megtanuljon mindenkivel beszélni. Így tud túlélni. Abban a környezetben így tud tovább lépni, így tud lehetőséget kapni, hogyha tudja azt, hogy kivel hogyan kell beszélni. Egy nagyon hálás szerep Rozika, abból a szempontból, hogy őszinte szerelmet lehet játszani, ami mindig nagyon hálás szerintem, illetve csalódást is lehet játszani. Rozikának is megvan az igazsága és a tragédiája. A komáromi Úri Muri további főszerepeiben Gál Tamás, Mokos Attila, Horányi László, Olasz István, Matusek Attila, Bér Márton, Rancsó Dezső és Fabó Tibor látható. Az előadás zenei vezetője Lakatos Róbert, koreográfusa Blaskó Bori.